Június elején kezdődnek és augusztus végéig tartanak Győrben a nyári fesztiváli programok. A nyitókoncert június 15-én lesz a Városháza előtt. Az első legnagyobb program az egyértelműen a nyárnyitó koncert lesz, ahogy említettem is az Omegával. Pár évvel ezelőtt emlékszem azokra a pillanatokra, amikor a több tízezer ember időrjöngve hallgatta a jobbnál jobb számokat. Én hiszem azt és bízom benne, hogy most is nagyon sokan ellátogatnak ide a nyárnyitó koncertre, és egy fantasztikus élménybe lesz mindenkinek része. Kóbor János, Benkő László és Debreceni Ferenc elmondta, a 6 évvel ezelőtti Dunakaputéri Omega koncertre azóta is szívesen gondolnak vissza. Ígéretük szerint azonban ez a mostani buli még emlékezetesebb lesz. A főpróbát pedig Moszkvában és a németországi Chemnitzben tartják. Új köntösbe raktuk az egész koncertet, ahhoz képest, amit akkor hallhattak. Ez egy nagyon felszabadult, nagyon jó hangulatú koncert volt. Ez most, ha szabad ilyen gátlástalan fogalmazni, ez grandiózus lesz, tehát nagyobb lesz. Nem akarom a titkokat elmondani, csak annyit, hogy már ezt próbáltuk, ezt a változatot. A számtalan program között idén is ott lesz a Magyar Táncfesztivál, a Múzeumok Éjszakája, a Györkölc Fesztivál, a Fröccsnapok, a Barokkesküvő, a Bornapok, és persze a nyárzáró koncert, amelynek fellépője ezúttal a Dire Straits tagokból alakult The Straits zenekar lesz. A további részletekről és a teljes kínálatról, a nyári programfüzetből, az interneten, illetve a Baross úti látogatóközpontban tájékozódhatnak.